A júniusi Atatérom tombola nyerteseinek, a Természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület felajánlásának köszönhetően közösségi, kulturális és kulináris élményben is részük lehetett, hiszen egy 8, egy 6 és egy 4 fős társaság részére biztosítottak borvacsorát a Német Közösségi Házban. A társaság a Tilódi Ház Majoros Galériájában találkozott, ami most a dombovári kötődésű Kaponya Judit Hazatér című kiállításának ad otthont. Juditka életéről és munkásságáról Szabó Lorán mesélt az egybegyűlteknek. A tárlat megtekintése után pedig közösen átsétáltak a Német Közösségi Házba, ahol Szabó Loránt, Kis Béla, Molnár Tünde és Cukor Zoltán egyesületi tagok látták vendégül az érkezőket. Helyi termékek kerülnek az asztalra, mind-mind naturparki termék, tehát a Kaposhegyháti Naturpark területéről származik. Olyan gazdáktól, olyan vállalkozóktól, akiknek ez az élet, hogy ilyeneket állítanak elő. A terített asztalon volt kolbász, szalonna, sonka, sajtok és rengeteg friss zöldség. Mint megtudtuk, a vacsorán felszolgált borok is a Naturpark területéről kerültek a vendégek elé. És hát a borok, amiket felszolgálunk, azok egyrészt a Szabó Gábornak a lengyeli pincészetéből kerültek ide, másrészt pedig Horváth Lászlónak a hűgyészi pincészetéből, és köztük van az én kedvencem is, az úgynevezett madarász küvé, amely a madarász dülőből, duzsról származik maga a szőlő, hűgyészen állítja elő egy fiatal borász vállalkozó. A jó hangulatú esten bebizonyosodott, hogy a kultúra, a jó bor és a közösség nem csak a 20 éveseké.